2014 egy érdekes év volt az életedben, hiszen megalakult életed első saját csapata, a Talmácsi Racing. Milyen eredményeket értetek el idén? Talán egy szóval azt mondanám, hogy közepes. Azért közepes, mert volt egyszer-kétszer, amikor a technika ördöge megtréfálta a versenyzőket, aztán voltak versenyzői hibák is. Ahhoz képest, hogy ebben az évben márciusban kezdtük el felépíteni a csapatot. Versenyző nélkül, szerelők nélkül, kamion nélkül, szerelőkulcsok nélkül nagyon gyorsan összeállt a csapat. És ugye évközben kettő versenyzés csatlakozott Bódis Ricsi mellé. Ahhoz képest nagyon jól sikerült a szezon. Rengeteget tapasztaltam, rengeteget tapasztaltunk, és folytatjuk ezt a tevékenységet. Egy picit könnyebben, mert már most eldöntöttük, hogy jövőre melyik bajnokságba fogunk menni. Nagyobb stábban, nagyobb versenyzői háttérrel, több versenyzővel, több bajnokságban. És most van idő a finom hangolásra, hogy a következő évben nagyobb sikerekért fogunk harcolni. Mesélj egy kicsit a csapat összetételéről, hogy az egyes versenyzők milyen eredményeket értek el idén. A bajnokságban ugye a Ricsi egész évet ment, és ő 14. lett. Azonban voltak jó versenyei, amikor 5., 7., 9. helyeken is célba ért ezen a kemény Európa-bajnokságon. Neki ez egy új kategória volt, és egyszer-kétszer sikerült felvenni a legjobbakkal a harcot. Azonban egy picit többet vártam tőle. Ő ugye 19 évesen volt az év első felében, most már 20 éves, és folytatja nálunk a versenyzést. Alexander, ugye a legfiatalabb magyar versenyzőnk, 14 éves, ő csak fél évet ment, mert akkor töltötte be a 14. életévét, és csak úgy tudott csatlakozni a bajnokság közepétől a junior kupában. Ő is hozott pontszerzős helyezéseket, amit igazából vártunk tőle, de nem volt reális, mert először volt neki egy nemzetközi megmérettetése. Azonban év végén nagyon jól ment, tehát nagyon-nagyon jól tudott motorozni. És én úgy érzem, hogy most ezt volt egy kis ideje átgondolni, hogy mi történt vele ilyen hirtelen ebben az évben, ugye egy gyerekről van szó, és újabb pozitív gondolatokkal a következő évet még jobb, még nagyobb erőbedobással fogja kezdeni. És most egy új kategóriában is fog menni, az majd a későbbiekben bejelentjük. Úgyhogy nem csak 7 futamon fog részt venni, hanem 13-14 verseny is lesz neki jövőre. Ami azért fontos, mert az ő fejlődéséhez ez kell, és ő belőle lehet MotoGP versenyző, úgyhogy nálam mindenképpen az a cél, hogy eljutassuk majd a MotoGP-be. És az olasz versenyző, Alessio Rosaccone, hát ő hihetetlen, ő 15 évesen szerintem a legjobb 600-as versenyző most a világon, aki 600-as motorral így tud motorozni. Ő pódiumos helyezésekkel is küzdött, csak volt, hogy egy kicsit forrófejű volt, és elesett a harmadik helyről például Jerezben. Vele nemrég írtuk alá a szerződést, és folytatja nálunk a versenyzést. Ő benne nagyon hiszek, hogy jövőre a legjobb helyekért tud majd küzdeni. Úgyhogy nagyon jó érzés, hogy azon kívül, hogy magyar versenyzőket segíthetek, és nálam motoroznak, van egy olyan külföldi versenyző, aki talán a világ egyik legtehetségesebb juniora. Úgyhogy továbbra is megkapja ezt a támogatást tőlünk. Akkor mindenki marad a kategóriájában, ha jól hallom? Ebben lesznek változások, ezt majd januárban bejelentjük, és lesznek újabb versenyzőink is, és fogunk újabb bajnokságban is részt venni. Azonban biztos, hogy most még a MotoGP nem leszünk ott, de a cél az, hogy 16-ban valamelyik versenyzőnk, vagy éppen csapatként, vagy menedzsmentként ott tudjunk lenni ebben a legnagyobb bajnokságban. És az álom az lenne, hogy a saját csapatunk, tehát mint Talmácsi Racing, ott legyen a MotoGP valamelyik kategóriájában. Azt most nem tudom megjósolni, hogy ez mikor következhet be. Egy magyarországi nagy díj nagyban előre lendíteni ezt az ügyet. A Hungaroringen. A mai napon azt gondolom, hogy nincs más olyan pálya, ahol meg lehetne rendezni a MotoGP-t. Nem csak a pálya miatt, hanem a logisztikai háttér miatt, ugye a hotelek miatt, a szurkolók miatt. Rengetegen jönnének Magyarországra, hogyha egy MotoGP futam meg lenne itt rendezve. Tudjuk ezeket a számokat, tehát nagyságrendileg 100 000 ember. 80-100 000 ember érkeznek külföldről egy ilyen nagy díj esetén. Ugye Budapest az egy látványos turisztikai hely önmagában, és a Hungaroring az egy nagyon jó pálya. Ugyan a MotoGP-re most még nincs meg a licenc, tehát jelenleg a pálya nem alkalmas MotoGP verseny rendezésére, de nem kéne ahhoz már sok
hogy ez létrejöjjön. Ami rajtunk kívül állók, de amiben tudunk, abban természetesen megtesszük a lépéseket. Nekem nagy álmom lenne, hogy egy Magyarországon lenne egy MotoGP verseny. Hogy ez megvalósul, vagy ez nem, azt nem tudom. És ez az egy, ami még ki tudna abban az irányba mozdítani, hogy újra egy motorra pattanjak. Tehát azt mondom, hogy jövőre biztos, hogy nem lesz itt Magyarországon verseny, de esetlegesen 2016-ban Magyarország rendezni egy futamot, akkor biztos én is rajthoz állnék. Amúgy már más nem igazán motiválna, mint versenyző. Képes lennél már motorozni? Most örülök, hogy jól vagyok. Nemrég szedték ki az arcomból a csavarokat, ami még 2 éve sérült meg Ausztráliában. A lábam az már annyira jó, hogy már futok, tehát vannak jó edzések, amiken részt veszek. És a hétköznapi életben egyáltalán nem zavar. Még az egyáltalán az túlzás, de nem zavar. A mozgás azonban a 100%-hoz képest olyan 20%-os, tehát az az irány, amikor ugye nekem a lábfejemet fölfelé kell mozdítani, és ez pont abban gátol, hogy a fokozatokat be tudjam gyorsan váltani, a visszafele fokozatokat. Még gyors vagyok, és még ezzel a lábbal is motoroztam Jerezben, és tudtam gyors lenni, de mégis úgy érzem most, hogy nagyobb motivációt érzek abban az irányban, hogy ezt a munkát elkezdjem, hogy ezt folytassam, és erre koncentráljak 100%-ban. Akkor éreznék a visszatérésre egy komolyabb belső erőt, hogyha világszinten a legnagyobb bajnokságban, MotoGP-ben mehetnék. Amúgy lejjebb, visszább nem igazán érzem, hogy nekem kockáztatnom kéne. Most én nagyon jól érzem magam a bőrömbe, hogy így a csapatot irányíthatom. 50%-os tulajdonosa vagyok, a másik 50% a társam, és Schumer Károlyé, és tudjuk segíteni a versenyzőket, és már megvannak az alapok arra, hogy a jövőben, 2015-ben még nagyobb erővel, még nagyobb bedobással pódiumos helyekért versenyzőink küzdhessenek. És ezt jó így elmondani 33 évesen, hogy csapattulajdonos vagyok. Úgy nagyságrendileg hogy kell ezt elképzelni? Mennyi pénz kell ehhez, hogy mondjuk az ember a Superbike világbajnokságba el tudjon indulni? Igazából ezek titkos információk. Nagyon sok több százezer euróig tudnám mondani ahhoz, hogy egy csapat jól működjön. Ugye nálunk rengeteg olasz szerelő van, most már több külföldi versenyzés lesz jövőre, és ez a sport drága, de szerencsére mindig megtaláljuk a forrásokat ahhoz, hogy ez a sok tapasztalat, ami nekem van, hogy ez ne vesszen el, tehát hogy legyen utánam is más versenyző. Nagyon sokat köszönhetek a társamnak, Schumer Károlynak, aki a gazdasági ügyekért felel, úgyhogy nélkül ez nem menne ez a dolog. Nagyon nagy köszönet neki. És az ő bizalma, hogy jól csinálom a dolgokat, jól csinálják a versenyzők a dolgokat. Ez egy bemelegítő év volt, ha lehet ezt így mondani, de ahhoz képest voltak jó kivillanó egy-két eredmény, és nem annyira volt szerencsénk, de tényleg így van, tehát nagyon sokszor úgy alakultak a dolgok, hogy nem volt szerencsénk. Remélem, hogy az élet jövőre egy picit kompenzálja ezt, és akkor minden összeáll úgy, amikor úgy, tényleg minden összeáll, én tudom azt az érzést 2007-ben, amikor úgy minden ott van. És ez jövőre eljöhet ez az idő. Most azért dolgozunk keményen, most decemberben is, mert folyamatosan készülnek a motorok. Most van idő a finom hangolásra, a versenyzőknek is más felkészülésük lesz. Előbb kezdenek majd el motorozni, több spanyolországi teszt lesz. Lesznek cross motorjaink is most, amikor a hidegebb időkben tudnak a srácok készülni. Inkább így nem is motocrossozni, hanem a dirt track, flat track pályákon menni, csúsztatni és megérezni a határokat. Úgyhogy így minden jó irányba megy is. Jó ezt így elmondani így december végén, hogy már látjuk a jövőt. Nem könnyű, mert mindig kellenek támogatók, és mindig kellene a háttér. De ez is egy picit belendülni látszik, tehát vannak érdeklődések, és természetesen most már a médiára is jobban oda fogunk figyelni, mert az első évben inkább csak a technikai dolgokra és a versenyzőkre figyeltünk, most azonban a stratégiánk az, hogy jövő évben jobban kommunikáljunk, jobban lehessen minket követni, több érdeklődés legyen a szurkolók, emberek irányából, mert a sport az nem más, mint szórakoztatás, és mi szeretnénk szórakoztatni, hogy a versenyzőink a legjobb helyeken küzdenek, és az a képernyőn keresztül akár még Magyarországon elképzelhető, hogy ugye azon dolgozunk, hogy ez élő közvetítés legyen, és ott legyenek a,
a versenyzők a legjobbak között. Ezek most tervek, de nagyon sok munka van még hátra. Apukád szerepéről mondj egy pár szót, vagy ezt hogy kell a csapatnál őt elképzelni? Hát ő nagyon sokszor ugye megtalálja azokat a forrásokat, mint szponzor, mint befektetőket, akikre szükség van. És ezen kívül a fiatalokat is ő szokta kiválasztani. Tehát az ő iskolájában kezdik általában a versenyzők, úgy mondjuk Alexander is, vagy a Ricsi is. És akkor utána jönnek már a racinghez versenyezni. És folyamatosan ő nézi azokat a versenyzőket, hogy kik lehetnek azok, akik majd a mostani fiatalok után jönnek. Ez egy nehéz munka, mert ahhoz, hogy valaki elkezdje motorozni, és a család is lemondjon lényegében nagyon sok mindenről, de nagyon nagy lemondásokkal jár. És valóban lássuk egy 6-8-10 éves gyerek szemében, hogy ő igen, ő motorversenyző akar lenni. Nagyon kevés van Magyarországon. Próbáljuk őket megtalálni. De nagyon fontos a szülői háttér, mert hiába a gyerek akar motorozni, ha a szülői háttér nincs meg, emocionálisan és gazdaságilag, akkor nagyon nehéz nekik segíteni. Drágának számít ez mondjuk egy gokárthoz képest, vagy nagyjából egy szinten vannak? Ez egy drága sport. Egy ideig nem drága, tehát egy bizonyos szintig el lehet jutni, de utána nagyon drágábbé válik. És ugye azt kell nézni, hogy ugye egy 6-10 éves gyerek számára az edzés lehetőség az eléggé korlátozott, tehát megvannak a pályák, oda el kell utazni, oda autópályadíjat kell fizetni, benzint kell fizetni, speciális gumi, speciális üzemanyag, szerelők, tehát itt azért sok minden kell ahhoz, hogy egy kis versenyző minőségileg biztonságosan tudjon edzeni. Úgyhogy ezeknek a feltételeknek meg kell felelni, és akkor utána lehet tovább menni. Ez a tehetségkutatás ott nálatok a Talmácsi Ringen is zajlik? Igen, minden évben csinálunk is. Édesapám szervez kisebb versenyeket, és járunk rendezvényekre is, ahol megjelenik a racing, vagy éppen az iskola, és ott is nagyon sok szülővel és gyerekkel szoktunk megismerkedni, és akad, aki érdeklődik, akadnak olyanok, akik egy nagyon sokáig kitartanak, akik kevésbé, de a hosszú kitartó munka az meghozza a gyümölcsét.